Egy ember tragédiájáról ritkán beszél annyit az ország, mint Szabolcs múlt szombati haláláról. A 29 éves férfi egy budapesti hotel 5. emeletéről vetette ki magát meztelenül az utcára. Most megszólal a közvetlen munkatárs, és fiára emlékezik a gyászoló édesanyja is. Egy döbbenetes haláleset, amelyről egy egész ország beszél. Egy tragikus végzetű fiatalember, aki tettével sokkolta a hozzá közelállókat és a szemtanúkat is. Szabolcs halála rávilágított arra, hogy a tömeg közönnyel szemléli a kibontakozó drámát, és arra is, hogy az ilyen kétségbeesett tettek közelettét sokszor a közvetlen környezet sem látja előre. A Naplónak pénteken levelet küldött az elhunyt fiatalember édesanyja. A megrendült asszony nem akart kamera elé állni, és ezt a kérését tiszteletben is tartottuk. A Naplónak azonban engedélyt adott arra, hogy véleményét közzétegyük, következzen tehát az édesanyja levele. Eddig nem akartam megszólalni, de a körülmények megkövetelik, hogy ne hagyjam szó nélkül azt, ami a fiam halála körül zajlik. Szabolcs jó ember volt, aki erős egyéniségével és jó humorával mindig a társaság középpontjába került. A szegedi ismerősei mind tudják, hogy jó szívű segítőkész fiú volt, aki a Feldmár intézethez a válása után került, ahol Büki Dorottyához járt személyes tanácsadásra, rövid időn belül pedig már stratégiai igazgatóként dolgozott az intézetnek. Az utóbbi fél évben teljesen megváltozott. Nem járt haza, nem tartotta a kapcsolatot se velünk, se a régi barátaival. Elvágta a gyökereit, utolérhetetlen lett. Nem válaszolt a hívásainkra, se leveleinkre. Leszögezem, hogy Szabolcsnak nem voltak adósságai. Az erről megjelent cikk és az idősebbik lányom nyilatkozata is ékes bizonyítéka annak, hogy mennyire ügyesen manipulálják az embereket. A lányom nagyon csalódott, hiszen azzal a tudattal adta nyilatkozatát, amelyet az ő tanácsokra tett, hogy ezzel megállíthatjuk a média hullámait. A lányom azóta már nem tartja magát ahhoz a nyilatkozathoz, ugyanis másnap szembesülnie kellett Büki Dorottya nyilatkozatával, ami mélységesen felháborította. Itt egy pillanatra megszakítjuk a levelet. Az édesanyja egy szerdai cikkre utal, amely felkavarta a gyászoló családot. Büki Dorottya a cikk megjelenése után döntött úgy, hogy nyilatkozik a Naplónak. A láthatóan megtört asszony Szabolcs közvetlen kollégája és jó barátja volt. Csütörtökön ült le kameránk elé. Szabolcs a születésnapjára hívott meg minket. Ez egy baráti társaság, ahol rendszeresen együtt ünnepeljük a születésnapokat. Amikor megérkeztünk, akkor egy szobába ültünk, azt mondta, hogy egy kis idő múlva visszajön, kiment. Vártunk. Aztán elkezdtük keresni, ugye jó 10 perc után, és nem találtuk sehol. Akkor kimentünk, és akkor mondta a szálloda személyzete, hogy valami nagy baj történt. Akkor kirohantunk, én kiszaladtam az utcára, és akkor megláttam ott feküdni. Oda szaladtam, mert akkor már nem élt. És az a fiatal ember, aki ott térdelt mellette, ő segített engem vissza a szállodába. Hogy van ez, hogy ezt nem lehet előrelátni? Semmit nem láttunk. Ő egy vidám, kedves, szorgalmas, agilis, rendkívül intelligens fiú volt. Semmit nem láttunk. De... csak van valami jel ilyenkor, ami utólag az, hogyha összerakja az ember a dolgokat, hogy ez olyan furcsa volt, ezt vajon miért mondta? Én semmit, én nem láttunk semmit rajta, abszolút, egyáltalán semmit. Hogy került önökhöz? Önkéntesként jelentkezett, dolgozott az intézetnél. Utólag hát a válása kapcsán került föl Szegedről, és azt, hogy nem csak a válása, hanem mindenféle pénzügyi problémák is hajtották őt erről, mi nem tudtunk, ezt csak most tudtuk meg. Elég menekülésnek tűnik. Mit jelent az, hogy pénzügyi problémák? Hát ezt a sajtóban olvastuk, hogy adósságai voltak. Ő azért jött, hogy önkénteskedjen, vagy azért jött, mert trauma érte és kezelést várt? Nem kezelte senki, önkéntesként dolgozott. Önismereti csoportokon vett részt olykor. És most vissza a konkrét esethez, Szabolcs tragédiájához és mindahhoz, amit a közvetlen munkatárs erről el tud mondani. Ez az ő személyiségéből fakadt, vagy miből fakadt, hogy pont így lett vége? Hogy miből fakadt, ezt nem tudom, én csak azt tudom elmondani, hogy én mit érzek most.
hogy egy óriási kettősség van bennem, hogy én ő benne egy nagyon kedves barátot, egy szinte családtagot veszítettem el, aki nagyon közel állt hozzám, vagy legalábbis most már azt kell gondoljam, hogy nagyon közel állt hozzám, mert igazából semmit nem tudtam róla. Az elmúlt napokban rengetegen jöttek be az irodánkba, és beszélgettünk, és nagyon, nagyon sok ember mesélt olyan történeteket az ő életéről, szokásairól, kapcsolatairól, életviteléről, amiről halvány fogalmunk nem volt. Úgyhogy ő valaki olyan ember volt, akit én nem ismertem. És meg kell mondjam őszintén, hogy mélyen csalódott vagyok, és nem is tudom, hogy tudok valaha megbízni ezután még bárkiben. Azzal, ahogy ő elment, gondot okozott önnek és a környezetének. Mi vezethette erre? Tőlünk csak szeretetet kapott. Olyan közösségbe került, ahol mi azt hittük, hogy bizalom, őszinteség uralkodik. Soha nem kellett szégyenkezni semmiért. Fogalmam nincs, hogy mi vezette ide. És ígértem, hogy meghallgathatják az édesanyja levelének végét is. A gyászoló asszony azt kérte, csorbítatlanul adjuk közre sorait. Természetesen eleget teszünk a kérésnek. Szabolcs gyakorlatilag a Feldmár intézetben élt. Az ott dolgozó emberek nem csak a kollégái, az állítólagos barátai is voltak. De kérdem én, milyen barátok azok, akik nem rohannak oda segítséget nyújtani, miután a fiam kiugrik az 5. emeletről? Egy idegen ment oda hozzá, míg ők messziről figyelték az eseményeket. Amikor megtudtuk, mi történt, azonnal autóba ültünk és indultunk Pestre, de ők nem vártak meg bennünket a szállodánál, és azóta sem hívtak fel, egyszer sem telefonon. A Facebook oldalukon 3 nappal a történtek után posztolták ki Szabolcs halálhírét, csak azok után, hogy bejárta az országos sajtót, hogy a Feldmár intézet munkatársa volt. Szinte elviselhetetlen a fájdalmunk, rengeteg bennünk a kérdés, a kételj. Nem tudjuk, mi történhetett, bízunk benne, hogy a rendőrség kinyomozza az igazságot. Rendkívül hálásak vagyunk Ferenci Gábornak, hogy élete utolsó pillanataiban a fiunkkal volt. Rengeteg újságíró, riporter keresett meg bennünket, de ez volt az első és egyben utolsó alkalom, hogy nyilatkoztam. Értsék meg a fájdalmunkat, tartsák tiszteletben a gyászunkat. Ami a múlt hétvégén a Blaha Lujza téren történt, az nagyon sokakat nagyon megrázott. Akik kívülállóként a hírekből értesültek a tragédiáról, azok bizonyára elgondolkodtak, hogy rajtuk segít-e majd valaki. Segítenek egyáltalán, ha egyszer véletlenül rosszul lét miatt összeesnek az utcán. A Szabolcshoz közel állókat persze érthetően sokkolták a történtek. És az ő esetükben a fájdalmon és a gyászon túl még ott vannak a kérdőjelek is. Miért tette? Miért pont így tette? Hogyan lehet mindezt feldolgozni? És a tovább lépésben nem segít az sem, hogy nagyon sok kérdésre talán soha nem lesz válasz. A TV2 naplójában Szalai Ádám riportját látták.